bemutatom moderátorunkat, aki még soha életében nem volt moderátor. Igen, igen. És igen, ezért biztos lámpaláza van, nekem meg nincs. Igyekszem elleplezni. Egyébként Debrecenből érkeztem, Pólik József vagyok, és ott a Debrecen Egyetemen filmesztétikát, filmtörténetet tanítok, és filozófiát másrészt, és hát most én leszek, aki ezt a beszélgetést moderálja, levezeti, úgyhogy készültem kérdésekkel, amelyeket az alkotóknak megpróbálok itt szépen megfogalmazni, feltenni, és aztán majd meglátjuk, hogy milyen válaszokat adnak ezekre a kérdésekre. Nem tudom, hogy elkezdhetjük-e akkor ezt a beszélgetést. Már kint néhány szót váltottunk a filmről, és akkor ugye rögtön szóba került az, hogy hát ez műfajilag végül is miféle alkotás. Ugye egy olyan vetítés sorozaton vagyunk, ahol úgymond dokumentum játékfilmeket lehet látni. Hogyha pedig megnézzük a korszakkal foglalkozó szakirodalmat, akkor pedig gyakran találkozunk azzal a kifejezéssel, hogy fikciós dokumentum film. Önök mit gondolnak erről? Az, hogy teljesen játékfilm. Mindenestől játékfilm, ami egy a dokumentumfilmezésből szervesen kifejlődött fikciós forma. Ugye a témát a valóságban találtuk meg, nem csak én, hanem a kollégáim is, akikkel együtt dolgoztam, Dárda István, Szalai Györgyi. És az egész irányzatra az a jellemző, hogy a dokumentumfilm, mint a társadalmi létezésnek egy formája, amelyik pótolt sok mindent, mert nem lehetett igazságokat kimondani, minden szordinós volt, és mindent vissza kellett fogni, és akkor elkezdtünk a Balázs Béla stúdióba, főiskoláról kikerülve, olyan filmeket csinálni, ami azt kell mondjam, hogy nem leleplezte a rendszert, hanem a valódit mutatta meg a hazug világ helyett. Na most nyilvánvaló a művészi politikai érdeklődést, ez meghatározta mindannyiunknál. Ahhoz képest kellett aztán átállnunk játékfilm készítésre, tehát a mi magunk programja szerint, és hát ez is például egy dokumentumfilmből készült. Ennek volt egy dokumentumfilmes előzménye, a Nemeskülti tanár úr azt látta véletlenül a televízióban. Ezt behívott. Olvastam, a Mai telepesek címmel. Igen, az volt a cím, hogy Mai telepesek, behívott, és mondta, hogy írjunk belőle forgatókönyvet, ő ezt megrendelné. És akkor összedugtuk a fejünket, annyira fikciós film, hogy igényesebb, vagy nagyon igényes forgatókönyv készült belőle. Tehát egy nagyon hosszú munka, ami földerítette a valóságot. Közben megkerestük azokat a szereplőket, akik hasonló élethelyzetben vannak, mint ahogy az eredetiek voltak, és úgy éreztük, hogy valahogy el tudják játszani saját magukat. Itt kérdezhetek valamit? Igen. Tehát, hogyha ez egy, tehát volt egy megírt forgatókönyv, akkor ebből ugye az következik számomra, hogy akkor dialógusok is voltak, amelyeket azt mondják, voltak, meg voltak tanulnia, természetesen. Én jobban ragaszkodtam a megírt dialógusokhoz, mint a kollégáim. Ők szituációs, de hát ezt elmondják, hogyha ők kerül a sor. Tehát nem akarok nagyon nagy különbséget tenni, mert azért nincs, de azért mégis van. Tehát itt a folyamat az úgy indult meg, hogy a témakeresés, ismerni a valódi szereplőket, a valódi történéseket, és azt egy olyan filmes szerkezetbe, dialógokkal együtt megírni, kitalálni, olyan dramaturgiai fordulatokat beletenni, ami mondjuk egy dokumentumfilmben nem lehetséges. És akkor ez egy nagyon-nagyon hosszadalmas, azt kell mondjam, hogy ezt a filmet, ha megnézzük az előkészítést, a terepszemlét, az emberekkel problémával való ismerkedést, és a forgatókönyvírást, az több mint egy év. Ha leszámítom a dokumentumfilmet, mert az is... Na most, ugye elég erőteljesen
az akkori közvélemény értelmiség egy jó nagy része föl volt háborodva, és divatos program volt Gyűrűfű kihalása. Tehát, hogy a falvak kihalnak, és az akkori pártpolitika meg városihasítani akart. Itt jelen esetben Dombovárt akarták egy erőteljes várossá tenni, és a környező falvakat megszüntetni. Na most ez egy szembeszállás története. És azon az alapon, ez egy TSZ elnök. Tehát nem lehet azt mondani, hogy egy kulák, vagy valaki, aki politikailag involvált a történetbe. Tehát egy TSZ elnök a rendszer embere. Így van, tehát végülis, tehát egyrészt látjuk a filmben úgymond a társadalom képviselőit, ezeket a szegény sorsú embereket, akik ugye ebbe a borsányra települnek a film története szerint, másrészt pedig ott vannak ugye a film tényleges főszereplői, akik valamilyen módon kötődnek a korabeli hatalomhoz, nomenklatúrához, hát a párthoz. Hát hogy ne. Tulajdonképpen a film ugye egy ilyen, tehát mintha a Kádár rendszernek a működési mechanizmusait, hatalmi játékait. Tehát ez volt a trükkünk, amit én nagyon tudatosan használtam. Voltak, akik ösztönösen, voltak, akik nem mertek belemenni annyira keményen a hazugság spirálba, én belementem. Mert mindig arról volt szó, hogy pénzt szerezni a filmre, az a legfontosabb. Na, hát nincs pénz, akkor nem lehet szerezni. Ugye, és akkor a másik ilyen agyrém az volt, hogy kellenének munkáshősök, paraszthősök. Két filmemnél is kimutatható az, hogy ezt használtuk ki, hogy egy igazi TSZ elnökről csinálunk filmet. Mindenki boldog volt. Még a forgatókönyvet is érdekes módon simán átvették. Nem kell, nem, a cenzúrától nem kellett ekkoriban már tartani? Tehát ugye hát, mi volt itt a... Mennyire volt már... Ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert ha már egyszer az ember elvégezte a főiskolát, és letett az asztalra dolgokat, akkor azért nagyon nehéz volt, nagyon sok embert el lehetetlenítettek. Legjobb esetben azok disszidáltak. Az volt a legjobb eset. Voltak olyanok, akik eltűntek a pályáról. Ez egy olyan, tehát ez én szememben, hogy mondjam, akkor is hazugságnak tűnt, de vagy átverésnek legalábbis azt mondom, hogy állandóan késésben volt a cenzúra ahhoz képest, mint ami történt. Na most azt kell mondjam, hogy nem igazán a hatalmi emberekkel volt a baj, hanem azt lehetett tapasztalni, és mondjuk ezeknek a filmeknek a háttérbe sorolása más filmekhez képest az inkább a filmművészeten belüli pénzért folytatott küzdelemnek volt az eredménye. Voltak, akik bőven kiegyeztek az akkori hatalommal, és ugye mi volt a fő kérdés, az volt, hogy 56-ról ne lehessen beszélni. Tehát 56-ot nem lehet említeni, egyébként meg ugye lehet művészfilmeket csinálni, vissza lehetett hozni népirányzatokat, Szőcs István féle képalkotási rendszerrel, és hát mondjuk hihetetlen áthallásos és jó filmek születtek a mi filmjeinken, a társuláson kívül is, vagy ennek a budapesti iskolának a hatáskörén kívül. Hát a Mak meg a Jancsó a maga módján tudott üzenni, és tudott nagyon-nagyon jó filmeket csinálni. De ez egy más dolog volt, és valami módon akkor inkább azt éreztük, hogy a filmszakmán belül vannak feszültségek. Hogyan reagált, hogyha már itt tartunk a szakma, mondjuk erre a filmre, az a része a szakmának, amik ugye kifejezetten ebben az időszakban... Hát már ezt a filmet már megelőzte a ti filmetek, ugye? Hát és három filmünk előzte meg ezt, és még a Családi tűzfészek is ezelőtt volt. Most, ha már megszólaltam, akkor azért annyit mondanék, hogy volt egy folyamat, ami a főiskolán indult a Helskó alatt, aki kiküldte az íróasztal mögül a rendezőket egy riporter magnóval.
hogy mindenki ismerje meg azt a területet, amiről a filmet akart csinálni. És aztán ez folytatódott a Balázs Béla stúdióba, és ott először dokumentumfilmek készültek, amikkel elkezdtek nagy problémák lenni. Nem is mutatták be őket zömébe. Hát nem, azok nem bemutatásra készültek, tehát ezért sokkal szabadabban közelíthették meg a mindenkori valóságot, mert bemutatási kötelezettség nélkül készültek. Eleve be voltak tiltva. Nem, mert kialakult a társadalmi forgalmazás, és mi ezekkel a filmekkel bejártuk az országot. Igénybe vettük a meglévő hálózatokat. Voltunk az összes pedagógiai főiskolán, tantestületeknél továbbképp, még pár továbbképzésen is voltunk. Na most ezeknél aztán volt, ami túllépte a határt, ez volt a például az ember Judit Gazdag Gyula Határozat című filmje, amit egy idő múlva a társadalmi forgalmazás keretében tudtunk vetíteni úgy, hogy minden egyes alkalommal írásos engedélyt kellett kérni a minisztériumtól, vagy filmfőigazgatóságtól, és ezt megadták, és akkor levetíthettük. Na, az volt a trükk itt is, a mi kis csalfaságunk bejött, mert észrevettük, hogy ezeket a filmeket nem lehet nyilvánosan vetíteni, három rétege volt ennek, ugye a televízió nyilvánossága, a mozié, és volt filmklub, tehát klubfoglalkozás, és arra valami módon kiadták az engedélyt, hogy ilyen népművelők által szervezett klubok, vagy ahogy a Györgyi mondta, társadalmi forgalmazásnak neveztük, vittük, küldtük. Mennyire ezeket volt lehetőség megbeszélni ezeket a filmeket? Az volt a lényege, hogy általában mentünk a filmekkel, és a vetítés után hatalmas beszélgetések voltak. Senki nem rohant el, mert érezték, hogy valami olyasmi történt, ami őket is felszabadítja. Olyan beszélgetések voltak, ahol ha egy filmrendező vagy egy író elmondhatta azt, hogy miért csinálta ezt a filmet, akkor ott is felszabadultak az emberek, és elmondták, hogy ez pont úgy van, mint nálunk, és olyasmiről beszéltek, amiről odáig hallgattak. Na most, ha György azt mondja, hogy a hálózatot mi igénybe vettük, az biztos, de ránk is állt a hálózat. Olyan jelentések vannak a birtokomban, amiben azt mondják már ki, hogy át akarjuk venni a magyar filmgyártás fölötti hatalmat, ez besugó jelentésbe. Szerettük volna egy. De most ráadásul... De még a stúdiónkat is bezárták, mert közben aztán létrejött egy stúdió később, amikor már a dokumentarista filmek kezdtek készülni, és még ez annyit mondanék, hogy az én olvasatomban úgy alakultak ezek a cenzúra ügyek, hogy kétfajta cenzúra kezdett megjelenni a dokumentumfilmeknél. Ez egyik a politikai cenzúra volt, tehát bizonyos kapuk bezárultak, és nem lehetett tovább mélyebbre lemenni. A másik, és az talán pont az egyik legnagyobb vállalkozás az 5x1,5 órás nevelésügyi sorozatnál volt, ahol egy évig lent éltünk vidéken egy mezőkövetési pedagógus családdal, és ott sikerült olyan emberi mélységekig eljutni, hogy aztán a számunkra az lett nyilvánvaló, hogy bizonyos határokat, etikai határokat nem lehet túllépni. És tulajdonképpen ilyen módon alakultak ki a dokumentarista játékfilmek, mert hogy ugyanaz az ember, aki mondjuk TSZ elnök, vagy nem tudom én, a Vörösföldbe bányász volt, vagy más filmbe a orvos jutalomutazásba, nem tudom én, mi falusi pártitkár, hogyha ő mint szerepet kapta meg ezt a funkciót, tehát kiléphetett a saját közegéből olyan módon, hogy a felelősség az áthárult a filmre.
Bocsánat, hogy kérdeztetek valamit? Tehát, igen. Hogy itt a TSL, mik ebben a filmben ő gyakorló TSL-nök volt? A szomszéd falunak volt a TSL-nöke. És abszolút ismert a történetet. És akkor például a pártitkár, szintén egy pártitkár? Nem, az kivételesen színész a pártitkár ebben. Mert ráadásul pártitkárt, mert ahhoz ragaszkodtam volna, hogy egy igazi pártitkár játssza el. Tehát ebből a logikából, ami itt kiderült, az következett volna, hogy egy pártitkár. Na, pártitkárt nem találtam a szerepre. Hát nem. Pedig beszéltem legalább 30 pártitkárral akkor, hogy rábeszéljem, hogy vállalja el. És nem lehetett, és akkor döntöttem úgy, hogy egy pártitkár külsejű pécsi színészre bízom a feladatot. Aki nagyszerűen megoldotta. És visszatudott a hétköznapi emberek szintjére menni, tehát nem lógott ki, mint színész, az amatőr színészek közül. Általában egyébként, ha a mi kiválasztási technikánk olyan volt, és meg el is mondom többek közt, hogy miért. Én vonzottam volna reggelyen is a színészekhez, de lehetetlen volt. Tehát abban a filmművészeti közegben, amiben mondjuk a Kálai Ferenc eljátszott olyan szerepeket, amiknek a mondani valójával én nem értettem egyet, de a közönség ismerte őt, hát nem lehetett oda rakni egy teljesen más jellegű, hogy mondjam, struktúrába őt, hanem sokkal jobban át tudta adni a közönségnek egy ismeretlen arc. Na most ennek következtében jött létre az a tévhit, hogy ezek dokumentumfilmek. Mert ráadásul elkezdtük használni ugyanazokat a módszereket, amiket a dokumentumfilmezést, például a két kamerát és a direkt hangfelvételt. Utószinkron nincs. A nézőnek van olyan is realizmus élmények ezeket a filmeket nézni. Tehát lehet, hogy ebből is fakad ez a... Hát igen, mert a technika az teljes mértékben átjött a játékfilmezésbe. Hát ez nagyon-nagyon fontos a két kamera, de most csak mutatom, hogy miért. Egyik kamera ott van, a másik ott, mi meg beszélgetünk. És ha én így csinálok, vagy azt mondom, hogy szeretem magát, akkor a másik azonnal látja a reakciót, és ez nem ugyanaz, mint amikor az asszisztens öklének kell mondani, gyere, nézd ide, mondd, hogy szeretlek. És akkor a hitelessége hihetetlen módon megnő ezzel a feldolgozással a színészi játéknak, vagy a natúr szereplők játékának. És hogy mondjam, ez annyira idegen volt az addigi, tehát ezt a pár filmet, amik nagyon sikeresek voltak, díjakat nyertek, és valahogy legalizálták már önmagukat, meg ezt az egész műfajt, azok annyira szembe mentek a korabeli magyar filmművészet hitelesség fokával, hogy előbb erről kezdtem beszélni, hogy a pánik kitört. Hogy tovább ezt már úgy folytatni másoknak nem nagyon lehetett. Ez gyakorlatilag ez a fiatal nemzedék ezt már valahogy lefoglalta magának. Most akkor el lehetett kezdeni terjeszteni, hogy ez nem is játékfilm, hanem dokumentumfilm, ez nem is művészfilm, hanem mit tudom én, micsoda politikai pamflet, el lehetett kezdeni terjeszteni azt, hogy TS-film, tehát ilyen jelzőket aggattak az emberek, hogy TS-film, és gyakorlatilag egy csomó filmünket vidéken forgattuk, tehát vidéki millióbe, teljesen szokatlan volt abban az időben, és hát... Hát az is szokatlan volt, hogy odáig elmerészkedjen az ember, hogy a tanácselnök és a pártitkár és az egész vezérkar részegen összeverje egymást. És ez azért annak idején hatalmasat szólt. Hát ma is elég felkavaró és megrázó szerintem a filmnek a lezárása. Ez egy ilyen nyitott végű történet, amennyire én látom. Tehát azért nem oldódnak meg a problémák. Lehet, hogy itt a Bencsik bizonyos kérdésekben győztesen jön ki, de én úgy látom, nem lehet egy győzni. Hogy hát itt azért rá még további súlyos harcok és vereségek is várhatnak. Hát igen, ez pontosan így van. Itt a helyzet az, hogy a rendszer rohadt el, és annak azt lehetett nyomon követni, hogy egy tiszta akarat van,
és az egész körülvevő rendszer rohad. Ez mennyire volt az önök számára 79-ben, 80-ban evidens, hogy ez a rendszer bomlik, evidens pusztul? Evidens volt, 100%-ig. Hát egyébként nem is tudtuk volna megfogalmazni. Azt nem tudtuk, hogy... Én voltam az első, aki tudtam, hogy megváltozik. Lehet, hogy mások is voltak. 1984-ben Moszkvába forgattunk. És ugyan nem lehetett semmit kapni. Én 3 napig ott dolgoztam, és szóltam a sofőrnek, hogy legalább mustárt, gorcsicának hívják azt a jó mustárjukat, hogy azt vegyem. És jött vissza, hogy már bejárt a fél Moszkvát, és gorcsis, nincs, sehol nincs. És mondom, mi van? Azt mondja, semmi. Most onnan hazajöttem, és elkezdtem mondani a környezetemben 84-85-ben, hogy vége van, a csillagháborús taktika bejött, a Szovjetuniónak ebbe a formájában vége van. Ugye, ahol nem lehet mustárt kapni, annak az országnak vége van, mert bele kényszerít egy fegyverkezési dologba. Tehát, de előtte is tudtuk. De nyilvánosan azért nem nagyon lehetett beszélni körökbe, meg magunk között, teljesen világos volt. Azt nem tudtuk, hogy mikor van vége. Azt nem tudtuk. Én még korábbra számítottam egyébként. De hát ez a filmjeinkben nem tudott olyan pozitív véget érni a történet, hogy na, ez az ember győzött. Mert az meg nagyon hamis lett volna. Visszatekintve, hogy látják ezt a filmet? Például ez inkább most már egy kordokumentum, vagy pedig a mai, mondjuk 20 éves fiatalok, akik megnézik esetleg ezt a filmet bármilyen módon, vagy bármilyen kontextusban, mit gondolnak erről, hogy hogyan tudnak ezt kapcsolódni? Én ugye ezt a filmet annak idején több mint 1 millióan látták. És nagyon sok emberrel beszéltem. Persze az annak idején volt, és azóta millió más filmet csinál az ember, meg másba gondolkodik. De valamikor levetítették a televízióban, nem is olyan régen, 1,5-2 éve. És egyik telefont kaptam a másik után. Én nem mertem megnézni, mert meggyőződésem volt, hogy ez ma már poros, hogy nehéz befogadni. És tényleg nem úgy van. Abszolút befogadták az emberek, és mondjuk a legfontosabbnak tűnő kérdés mindig az volt, hogy hogyan engedhette meg azt annak idején az a rendszer, amelyikbe éltünk. Hát ezzel kezdtük, hogy ez egy nehéz folyamat volt, és ugye ők azért már többet tudtak a maguk veszélyeztetettségéről, mint mi kívülről. És kénytelenek voltak belemenni. Ezek a filmek, sorolhatnék legalább 6 ilyen filmet, Györgyiék 2-3 filmje, az én 2 filmem, azon kívül dokumentumfilmek és nagyon lényeges dolgok, mint például az említett Ember Judit filmek, ezek a rendszerváltást sokkal jobban elősegítették, mint gondolná az ember utólag, vagy gondolta volna akkor. Tehát utólag úgy tűnik. Kinyitotta az emberek érdeklődését, és őszintén tudtak, kezdtek el beszélni. Ugye az, hogy szabad egyetemeken, értelmiségi körökben miről van szó, azt az egyszerű emberek nem értették. De amikor már ilyen millió fölötti nézőszámok voltak, és ráadásul külföldi díjak, mert ebből a pár filmből egy csomó nagy díjas film lett a világban. Tehát, és teljes újdonságként kezelték ott. Hát körülbelül ezt tudom mondani róla. A cím, tehát hogy nagyon jó ez a cím, szerintem nagyon frappáns és nagyon sok értelmű. Igen, kíváncsi vagyok arra, hogy miért ezt a címet választották? Hát azért, mert nem háborús körülmények között a teljes pusztulás. És ez azt emeli ki, hogy békeidő nincs. Tehát ez a békeidő arról szól, hogy óriási harcok folynak. Igen, a tehát, mert ugye a film maga a csatározások sorozata, ugye, tehát a Bencsik folyamatosan vívja a filmben a maga kis harcait, a járási tanácselnökkel, meg mindenfajta illetékessel, tehát ez egy folyamatos
konfliktus sorozat a történet. De hát mondjuk a már, hát ma, tehát a mai világ is ilyen, tehát hogy mondjam, ha lenne igazi magyar filmművészet, mint ahogy megszűnt gyakorlatilag, most talán újra éled valami, akkor nagyon komoly pénzeket kellene arra fordítani, hogy olyan filmek szülessenek, amiket mostani fiatalok csinálnak, és nem a fesztiválok számára, hanem a nagy közönség számára, a több milliós néző számára. De hát nincsenek, remélem lesznek. Még egy kérdésem van, ugye a film egy idézettel indul, egy film idézettel, ugye a Talpalatnyi Föld, és hát a film végén pedig ugye visszatér a Talpalatnyi Föld, ugye közismert zenei motívuma, témája, hogy szóval ez hogyan illeszkedik a film gondolatiságába? Ez kicsit olyan szerzői kommentárnak tűnik a néző számára, tehát hogy ez egy ilyen, hogy itt az alkotók, mint hogyha kicsit a közönség felé fordulnának, és szóval valamit ott nagyon el akar mondani a film ezzel a Talpalatnyi Föld idézet. Én úgy értelmeztem egyébként, hogy mint hogyha a Bencsik az a Góznak lenne egy Kádárkori, nem tudom, ilyen, tehát egy Kádárkori Góz lenne ez a Bencsik. Hát magyarul, hogy nem oldottak meg a problémák, és voltak filmek, amik ennek a mélyére mentek, és megfelelő színvonalon. És a színvonal lett itt beidézve, és az. Tehát én arra gondoltam, hogy ezek a történetek, amiket mi csináltunk, egyenhangúak ezzel a filmmel. Hogy ez nagy képűség volt, vagy nem, de mondjuk reméltem. Most tehát mit lehet még így előjáróba mondani? Hogy miért van ez a film, már beszéltünk róla a dokumentumfilmek között, miközben szintiszta játékfilm, mit a bizonyíték, minden jelenet meg lett írva. Mindenki lett találva. És mondom, a rendezésben is ez egy fő szempont volt, hogy először megsértődtem azon, hogy miért nem a játékfilmek között van. Egyik filmem se egyébként, a Vörösföld se. Majd rájöttem, hogy annyira hitelesek, hogy egy csomó ember el is hiszi, hogy ez dokumentumfilm, és nem... Nekem az volt a benyomásom, amikor néztem a filmet, életeket, hogy a szereplők ugye amatőrök, ez érezhető, mert olyan szempontból, hogy egyszerűen ők más filmben nem látható, és hogy mintha improvizálnák a szövegeket. Tehát nagyon-nagyon ez a... De miközben most azt mondják, ugye, hogy itt megírt forgatókönyv. Igen, de azért az módjával kell, mert meg volt írva, lényege. De ő el is olvast. Tehát még a Györgyiek nem hiszem, majd elmondja, ők nem hiszem, hogy odaadták, lehet, hogy odaadtátok. De nem tanultam, hogy nem tanultam. De én odaadtam a forgatókönyvet minden jelenet előtt. Ő mélyedjen el, és mondtam, hogy a saját szavait is használhatja. Körülbelül ennyi volt az engedmény. Arra kellett nagyon figyelni, hogy idétlenség vagy logikátlanság ne kerüljön a szövegbe, mert ezt utólag nem lehet már akkor követni vagy lereagálni. De még egyet mondok, ami miatt nekem fontos volt az, hogy azért nagy, tehát nem volt nekem időm erre, hogy teljesen saját kútfőjükből csinálják, mert rendkívül kevés pénzbe kellett ezeket megcsinálni. Tehát egy akkori játékfilm, ami úgy általában elkészült, az a 3-4-szeres, 5-szeres költségvetésből készült, mint ezek a filmek. Tehát meg kell nézni a Várkonyi Zoltán filmjeit, az 20-szoros. Aki jól kötött a hatalommal, az hihetetlen pénzzel tudott filmet csinálni. Tehát ma csak ámulunk rajta, hogy volt pénz 120-ára, vagy 1020-ára, vagy nem tudom, hogy csatajelenteket hogy lehetett megcsinálni. Ma is meg lehetne, csak nem ennyi pénz, mert az idő az rendkívül fontos tényező volt nálam a forgatásnál. Hát és azért hozzátartozik, hogy ez egy speciális helyzet volt, legalábbis az én számomra,
mert hát én a Dárda Istvánnal majdnem minden filmünket együtt csináltuk. Itt viszont az történt, hogy a forgatókönyv az nem csak a forgatókönyv íráskor íródott, hanem én végig ott voltam a forgatáson, és szinte naponta alakítottunk a szövegen, az eseményekhez, az emberekhez, a reagálásokhoz képest. Tehát egy ilyen olyan szerves folyamat volt, hogy íródott, de ott íródott a tehát meg volt az alap. Tehát és egy akkor... kölcsönös játék volt. Egyébként annyit még érdekesség kedvére elmondok, hogy a Nemeskürti tanár úr mindenképp a Szabó Gyulát szerette volna TSZ elnökként látni, és hát ez egy elég kemény meccs volt, hogy ne ő legyen. És hát pont az előzménye miatt, mert nála készült a jutalomutazás, hát ami hát nagyon sikeres film lett, és hát az nyilván egy stúdióvezető számára sem mindegy, hogy egy film, amit ő menedzsel, hogy az sikerese vagy nem. Úgyhogy végül beletörődött, hogy nem a Szabó Gyula lesz a na, akkor én ezt elmesélem még egy kicsikét átélhetőbben, hogy volt, mert elkezdtünk volna forgatni, és meg egy Cink Bélának hívtánk a Bencsiket valójában. És a Bélával megegyeztünk, hogy eljátsza. Majd másnap közölte velem, hogy megbeszélte a feleségével, és az lehetetlen. Ő nem játsza el, és keressek mást. Ugyanaz nap kellett fölmennem a Nemeskürti tanár úrhoz, ahol jött a Szabó Gyula sztori, és én megmondtam, hogy ennek van egy főszereplője, úgy hívják, hogy Cink Béla. És elmondtam neki, hogy miért és hogy. És nagyon-nagyon nehezen ment be, csóválta a fejét, hogy ilyen kockázatot egy játékfilmben nem lehet vállalni, ő nem tudta, hogy vissza is mondta közben. És akkor ott álltam Szabó Gyula nélkül, meg Cink Béla nélkül, és egy feladat volt, hogy rábeszélni mégis őt. És ebbe a dologba ez a Szabó Gyula sztori segített, mert visszamentem, és elmondtam, hogy mi történt. És mondtam, hogy akkor most vége a filmnek, mert most akkor elhalasztjuk egy hónapra, két hónapra, meg kell találnom, hogy legyen. Megsajnált a Béla, és azt mondta, akkor elvállalom. A feleségével is beszéltem, hogy engedje meg. Szóval ez csak látszatra könnyebb ilyen közegbe dolgozni, ahol csupa barát vesz körül, meg a téma ott adja magát, meg a világ. De mondjuk, ha egy profi színésszel leszerződök, az lelki okok miatt nem fogja lemondani. Végig kellett tartani mindenkibe a lelket. Most hát én ilyen voltam, hogy erőszakosabb voltam például ezekkel az emberekkel, mint a Hugoék. Ők azért tudom, mert segítettem én nekik asszisztensként filmekbe, és láttam, hogy csinálják, meg a végeredményt is. Már akkor is egy kicsikét ilyen autokratikus rendező voltam, mint amilyen ma lettem. Tehát én keményebben fogtam a dolgot, de hát két út felül is ugyanoda lehet találni. És ezt tudtak alkalmazkodni a színészek? Ez a... Tudtak. Tehát nem durvaságról beszélek, hanem határozottságról. Elkezdtem velük úgy beszélni, mint színészekkel. Tehát nem mint XY-nal. És ők is kezdték beleélni magukat. Hát mi tényleg fordítva csináltuk. Igen. Arra, amikor egyetlen filmben dolgoztunk színésszel, a Márai utolsó hónapjából készült az Emigráns, és ott miután másfél hónapnyi forgatás alatt egy ilyen 6-8 évet kellett öregednie a Márainak, azt nem lehetett civilre bízni. És mi a Bács Ferenccel, aki a Márai lett, meg a Gyöngyösi Katival, aki a Lola, mi meg úgy dolgoztunk velük, mint nem színészekkel, hanem mint emberekkel. Majdnem, de teljesen másképp közelítettük meg, holott teljesen ugyanaz a szellem, és ugyanaz az érdeklődés. És majdnem ugyanaz az eredmény. Más alkatok
voltunk, ezért tudtunk nagyon jól együtt dolgozni, mert kiegészítettük egymást. Tehát én nagyon sokat tudtam a társulásba is a húgaiknak segíteni, ők meg nekem bizonyos igényességgel, törődéssel. Tehát ez egy nagyon kiegészíthető szakma, mert egyedül szinte lehetetlen vállalkozás. Mára már megtanultam, de akkor az... Én még egyetlen egy mondatot mondanék, hogy hát hogy az, hogy mennyire tudtuk vagy gondoltuk, hogy megváltozik a világ, azt nem tudom, de azt tudom, hogy komoly illúzióink voltak arról, hogy változtatni lehet, és az a dolgunk, hogy a viszonyokat ne csak felmutassuk, hanem a változás irányába tereljük a gondolkodást. Ez egy nagyon fontos motivum. A filmnek tehát volt egy ilyen társadalmi feladata, de ez ugye manapság már nincsen, vagy megvan még ez a rendszerváltás óta, megszűnt a dimenziója általában a hát magyar nem szűnt meg, hát a franciák ma is csinálnak. Egy teljesen új felfedezés, Kubáról dokumentalista játékfilmet csinál egy francia rendező, és le van írva szó szerint az a módszer, ahogy mi dolgoztunk. Tehát 30 nem tudom én hány év távlatából is. Mondom, Magyarországon valami módon a rendszerváltás, hát el tudok én mesélni egy anekdótát, de hát nem sokra megyünk vele, hogy én benne voltam az ellenzéki kerekasztal tárgyalásokban, és már miniszterelnök volt az Antal József, valamiről beszélgettünk a parlamentben egy ilyen szőnyek szélén állva, és egyszer csak oda jött egy államtitkár, később kiderült, hogy pénzügyi államtitkár, hogy a költségvetési tárgyalások most kerülnek lezárásra, és két dologban miniszterelnök úgy dönteni kell. És ránézett, hogy mi az, és akkor azt mondta, hogy hát a labdarúgásnak szánt pénz, meg a filmművészetnek szánt pénz. Azt mondja, mind a kettő üres zsák. Tehát most ezt valahogy elfelejtette, hogy én is filmrendező, hogy ott állok, és mondtam is, hogy hát ez azért elég cikir. Mert mesre szeretek járni, és filmet szeretnék csinálni. És azt mondja, majd lesz rá mód, ha átrendeződik minden. Nem tudott átrendeződni. És azok az ellentétek, amik a filmszakmán belül voltak, kimarjultak még inkább, tehát nem tudott egységes érdeket képviselni a rendszerváltás után a filmszakma. Hát a szóval jobban állna, ha gólyt tudnának rúgni. Jó, ezt csak azért mondom, hogy első kézből tudtam, hogy a helyzet az, hogy a filmművészet olyan fajta támogatása, mint a lenini alapelvek, hogy három legfontosabb dolog a film, az a jövőben nem lesz, hanem piaci formációkra kell átállni. Na, arra képtelen volt átállni a magyar filmes szakma, meg hát azért lássuk be, hogy ez egy nagyon kis nép, kis nyelvterület, ő maga nem tudja. Már lengyel film, az csodálatosan eltartja a lengyel közönség. A német nyelvterület, vagy az angol, vagy a spanyol nyelvterület is elbír tartani egy filmet. Magyar nagyon nehéz. Nemzetközi porondra pedig kijutni üzleti alapon szinte lehetetlen. Hát filmművészeti alapon ki lehetett jutni. Mert például volt olyan film, amit a frankfurti egyetemisták egy héten keresztül néztek, minden nap volt egy beszélgetés, aztán egy nagy záróbeszélgetés. Egyébként az a fiatal írók, József Attila köre volt akkor egy ilyen nagyon kihegyezett, éles vitapont a kultúrpolitikával, és hát annak a filmnek a magját ez adta. És ezt ugyanúgy értették a német egyetemisták, mint az itthoniak. Jó, de hát mondjuk a magyar filmművészetről van szó. És egyébként az egy 4,5 órás film volt. Ha. Mindegy, szóval
Akkor a film, és hát az az igazság, hogy a rendszerváltozás után hát eléggé szétzuhan. Hát azt mondom, tehát tökre. Nagyon ne... Ráadásul aztán utána... Különösen, mi... hogy amerikai filmet akarunk csinálni, hát... mert azt nem tudunk. Magyar filmet tudnánk, jó, de... ha lenne rá lehetőség. Hát ezt mondom, hogy piaci lehetőség van. Egyébként meg az a fura, hogy azt a Magyarországon is az Európai Unióba belépve egy óriási probléma van, hogyha magánfilmgyártás van, tehát magánpénz kerül a filmgyártásba, már pedig nyugaton többnyire magánpénz kerül bele, akkor nem lehet egy másik országban állami túlsúllyal a filmet csinálni, mert a piacot megbontja, és azonnal mennek, hogy itt egy olyan állami visszaélés van. Ezért van az, hogy a magyar állam a filmeket nem a költségvetésből támogatja, hanem a hatos lottó használnak, nem tudom hány százalékából, mert így az nem kerül be a uniós figyelembe valahogy. És ugyanez vonatkozik a dokumentumfilmekre is, hát el kell mondanom, hogy olyan dokumentumfilm termés van ma, mint még soha. Tehát itt egy dolog működik ma Magyarországon, a természetfilm készítés, amiben szintén első osztályú volt Magyarország annak idején, aztán hosszú szünet, magára talált, ugyanígy magára talált a dokumentumfilmezés is, és elég jelentős pénzek mennek dokumentumfilm finanszírozására a NMHH-n, tehát a média tanácson keresztül. Egy ilyen magára találás, hát várat még magára a játékfilmeket illetően. A szereplők, ők amatőrök voltak, ugye? Hát szóval nem tudom, mi volt a benyomásuk a filmet látva, ugye? Az is ugye elhangzott a beszélgetésen, hogy hát azért, bár nem nagyon mélyedtünk bele, de hogy nyilván volt itt színészvezetés, meg valószínűleg próbák, és ugye az is elhangzott, hogy volt is forgatókönyv, meg ettől el is szakadtak az alkotók, tehát ugye... Meg hogy nem tanulták be ugye a szerepet, hanem hát ahogy érezték. Saját szavak, hogy ezt mondta ugye a Vitézi László, hogy ugye volt forgatókönyv, voltak valószínűleg dialógusok is, és ugyanakkor mégis, megint csak szerintem az irányzat jellegéből fakadóan ezt a saját szavaikkal keltették életre természetesen. Mert ugye egészen más egy képzett színész munkája, aki különböző árnyalatokat, különböző felfogásmódok szerint tud ugye prezentálni, meg egészen más, gondolom, egy olyan amatőr. Nekem nagyon tetszett a film, és köszönöm szépen, és nagyon tetszett a ATS elnök. Nagyon, nagyon tetszett a film, és köszönöm szépen. Mikor járt utoljára Vitézi László ezen a helyen? Tudom, hogy ez egy játékfilm, de volt egy elődje, vagy egy dokumentumfilm, ugye Tolna megyében van ez a község, és a környező települések, ha jól tudom, akkor Várong és Lápafő az a vidék, és Tancsiknak hívták az eredeti TSZ elnököt. Láttam ezt a filmet akkor, amikor először bemutatták, azóta is mindig nagy hatást tett rám. Engem azért az izgat, hogy, és megkérdeztem volna a rendezőtől is, hogy milyennek látja most ezeknek a falvaknak a helyzetét, és az ilyen fajta embereknek a helyzetét, mint ez a TSZ elnök, és mitől függ a sorsuk? Hát sajnos erre a kérdésre nem tudok válaszolni. Ez tipikusan az a kérdés, nagyon fontos, lényeges kérdés, amit nyilván a Vitézi Lászlónak kellett volna feltennie. Tehát ezért is nagyon fájlaltjuk, hogy most nincsen itt, mert ugye most ugye ezekre a kérdésekre, erre a kérdésre szerintem ő tudna válaszolni. Az biztos, hogy az irányzat alkotóira jellemző ez a fajta ilyen szociológiai, erős szociológiai érdeklődés. Tehát, hogy az egyszerű emberek életét keresztül megmutatni nagyobb összefüggéseket és nagyobb társadalmi politikai problémákat. Tehát ez tulajdonképpen ez szerintem egy politikai film, ugye, ahogy el is hangzott a beszélgetésen, abban az értelemben, hogy a Kádár korszak végéről szól, vagy ennek a politikai rendszernek a válságát meséli el ezeknek az egyszerű,
vagy hát nem is egyszerű, de szóval ezeknek a hétköznapi embereknek a történetén keresztül. De hogy aztán hogyan alakult később ezeknek az embereknek a sorsa, vagy mit tudna erről ugye a Vitéze mondani, hát erről sohasem nem tudok nyilatkozni. Hát annyit tudok, hogy többen közülük ma is ott élnek, és hát vannak, akik visszasírják ezt az időszakot, mert a falu és ezeknek a kis falvaknak a problémái ugyanúgy, mint mondjuk az én szülőfalumnak a problémája, amely egy 630 lelkes község, azóta csak növekednek, és teljesen megoldatlan a helyzetük. Hát ezek a filmek a 70-es években tulajdonképpen ennek a rendszernek a töréspontjait, működési zavarait, válságát dokumentálják. Tehát tulajdonképpen ezek ilyen válságfilmek a 70-es 80-as években, nem csak a dokumentum játékfilmek, hanem a szerző játékfilmek is arról beszélnek, hogyha ezeket megnézzük, hogy hogyan bomlik fel valami. Tehát valami pusztulóban van, valami erodálódóban van, és ennek a folyamatnak egy-egy pillanatát dokumentálják véleményem szerint ezek a filmek. Tehát így visszatekintve ezekre a filmekre, ez így nagyon szembeötlő, hogy itt valami komoly problémáról, értékválságról van szó. Tehát ilyen erkölcsi értékválságról, értékek vesztéséről is szólnak ezek a filmek. És ugye ez nem hangzott el a beszélgetés során, de ugye ez egy nagyon-nagyon pessimista film tulajdonképpen, hogyha ezeket a dimenzióit nézzük, amelyeket ön is említett. Tehát hogy hogyan működnek itt a kapcsolatok, milyen játszmák zajlanak. Tehát hogy ez egy kordokumentum is, de ugye akkor mai szemben akkor azt is mondjuk, hogy egy történelmi film. Tehát és ugye ez így felmerült, hogy mennyire tud a mai néző beleilleszkedni ebbe a filmbe, mennyire tudja ez esetleg azokat megszólítani, akik nem éltek abban a korszakban, és azt gondolom, hogy igen, tehát hogy ez így ma már szinte egy történelmi filmként tud működni egy-egy ilyen dokumentumjátékfilm. Ezt a fiatalok tudnák megmondani, akiket én mindig igyekszem provokálni, hogy mondjanak már valamit, hogy mennyire tudják magukat belehelyezni a történetbe. De, hogy mondjam, a hasonlóságok felismerése az szerintem könnyen megy. Tehát, a történelmi korszak változott, de az ember, a kortárs néző is tud kapcsolni ezekhez a filmekhez, de ugyanakkor megvan az a fajta szintje is ezeknek a műveknek, ahol kifejezetten a korszakról kapunk képet. Tehát ugye ez egy aki a Kádár korszakról akar valamit megtudni, az nyilván ezekből a filmekből sok mindent megérthet. Tehát rendelkezésünkre állnak ugye irodalmi alkotások, tanulmányok, komoly szakirodalom már a korszakkal kapcsolatban, de ezek a filmek nagyon érzékeny képet tudnak alkotni, vagy mutatni azzal kapcsolatban, hogy hogyan is működött ez a mindennapokban. Azt gondolom. És nem csak ez a film, hanem ugye itt a sorozat filmjei általában, meg majd ugye a nyári sorozat filmjei. A jutalom utazásra visszautalnék, akik itt voltak azon is, hogy ugye ott is arról van szó, hogy egy fölülről ráerőltetett elképzelést próbál teljesíteni a helyi gárda, és ettől egy teljesen fals eredmény jön ki, mint ahogy itt ugyanúgy a föntről eldöntötték, hogy a falut vissza kell fejleszteni, és ehelyett a falu a fene egye megfejlődik. És ez olyan problémát okoz. A Bencsik karakter nagyon izgalmas, tehát nagyon összetett figuráról van szó tulajdonképpen. Tehát egyrészt ugye nagyon dinamikus, cselekvő karakter, ugye, aki nagyon bátran, sokszor akaratosan keresztül viszi a dolgait, tehát individualista. Egy olyan világban, ahol az individualizmus, meg az egyéni kreativitás, meg cselekvés azért nem túl előnyös. Másrészt meg ugye van egy másik arc is azonban a karakternek, ugye, hogy alkalmazkodó. Ugye. Tehát többször ugye önkritikát gyakorol a filmben. Többször ugye
ugye, hát igen, igen, hogy ahogy ti szeretnétek. Tehát ugye, hogy ettől izgalmas szerintem a film, hogy egy ilyen karaktert állít a középpontba, aki egyszerre képvisel valami, próbál képviselni valami közösségi eszmény, közösségi értékrendet, és egyszerre próbálja járni tulajdonképpen a saját útját. Tehát ugye, a film elején látható ilyen talpalatnyi földidézet, ez ebből a szempontból nagyon pontos véleményem szerint. Ez a Bánfrigyesnek a filmje, 1948-ban készült, a legelején, amivel én... Igen. Ugye tehát a film utolsó jelentét látjuk, hogy az van bevágva, amikor ugye a Góz Jóska ilyen közösségi lényé válik. Ugye ennek a filmnek elkészült a folytatása néhány évvel később Felszabadult föld címmel, ahol már Góz ugye ilyen kommunistává válva a falu életét szervezi, és kvázi ilyen közös társadalmi lényként próbálja ezt a szép új világot felépíteni. Tehát nyilván a békeidő visszautal szerintem valamennyire erre az utópiára. Tehát ugye visszautal arra, ugye, hogy itt 48-ban, amikor bekövetkezik ez az új, ez a rendszerváltás, létrejön ugye a szocializmus, hogy akkor mit ígértek a magyar társadalomnak? Hát csupa szépet és jót, ugye, hogy itt majd felépítjük a kommunizmust, egyenlőség lesz, és bőség lesz, és hogy mi lett ebből. Tehát hogy van egy ilyen játék a filmben szerintem, ebből a talpalatnyi földidézettel, hogy mi lett ezekből az eszményekből, mi lett ezekből az ígéretekből. Tehát ugye egy ilyen a társadalmi utópia elvesztéséről, vagy ezzel kapcsolatos remények szerte foszlásáról is szól a meglátásom szerint a film többé-kevésbé. Messiánisztikus küldetéstudattal bíró néptanítók, akik a közért akarnak dolgozni, és azoknak a sorsát is előre akarják vinni, azok mindig újra és újra termelődnek, 30 év múlva. Ugye, hogyha a 48-as a talpalatnyi föld, akkor ez a 79-es film, ez 30 év múlva megint kitermeli azt a hőst, hát, igen, tehát akinek kvázi a bukása sorsszerű, előírt. De nem is bukik el szerintem a Bencsik. Tehát ugye ennél még kegyetlenebb a film, mert ugye azt mondja, hogy hát itt még a bukásnak a lehetősége sincs megadatva. Ugye csak ugye emlékszünk arra a nagyon emlékezetesen, hogy csak egy ilyen, tehát egy fegyelmiben részesítik. Ugye nem zárják ki a pártból, nem lehetetik el, hanem ugye hát megdorgálják tulajdonképpen, és aztán minden megy szépen. Hát azért a tanácselnök megpofozása az azért olyan nagyon jóra nem vezethet. Tehát ez a nyilvános megpofozás 15... Hát igen, ezért mondtam, hogy nyitva van a történet, nem tudjuk mi lesz, de hogy ennek nyilván lesznek következményei adott esetben. Csak annyit szeretnék mondani, hogy ha nem látom, nem mondom meg, milyen munkahelyen volt, olyan volt a kolléganőm, hogy egyáltalán nem értett a szakmához, de tessék elképzelni, drága uram, csak 20 éves voltam, pártag volt, és ő volt a kiváló dolgozó, és prémiumot mindig ő kapott. És én ezt láttam, 20 éves voltam. Hát ennek ugye 52 éve. És ezt láttam, ebben benne voltam. Ő kapott prémiumot, ő kapott fizetésemelést, és nem értett a szakmához, tessék elképzelni. Odállt a gépet, és nem tudta, mindig valamit kitalált. Most WC-re kell menni, most telefonhoz, hívták a pártirodába, mindig hívták a pártirodába. És ő neki volt a legmagasabb. És én ezt láttam, uram, hát ebben benne voltam a Kádár rendszerben. Ezt akartam csak önöknek elmondani. Hát a film szerintem egybevág az ön személyes emlékeivel, tehát hogy a film ugye az ugye ilyen szempontból ugye nem hazudik. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és további szép estét kívánok.